Évet értékelünk a következő percekben. Szeretettel köszöntöm a műsorban Kis Andreát, a szociális szolgálat vezetőjét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a meghívást. Gondolom, hogy a járvány nagyban módosította az önök feladatát, feladatkörét, picit átpozícionálták magukat márciusban. Hogyan tudták felvenni az új ritmust, illetve mennyiben nehezítette meg az önök munkáját ez az egész? Hát ugye a 2020-as év az nekünk is, ahogy mindenki másnak, picit másabb volt. Igazából az alapfeladataink azok nagyrészt nem változtak, hiszen ugyanúgy kell otthonokban gondozni az időseket, ugyanúgy kell ebédet adnunk, és ugyanúgy kell számukra biztosítanunk olyan közösségi együttléteket, amelyeket minden évben szoktunk tartani. Ez utóbbi az, ami igazából jelentősen megváltozott, hiszen a nappali ellátásaink 2,5 hónapra bezártak. Az egy komoly kihívás volt, hogy ugye az időseknek, a fogyatékkal élőknek, illetve a pszichiátriai betegeknek, azzal, hogy a közösségbe nem jöhetnek, ugyanakkor szükségük van a segítségünkre, hogyan tudjuk ezt biztosítani. Úgyhogy átálltunk egy másfajta szolgáltatás típusra a nappali ellátásoknál. Egyrészt telefonon nőtt meg a kapcsolata a kliensekkel, másrészt online nyújtottunk neki különféle foglalkozásokat, fejlesztési feladatokat, és volt, akit az otthonában segítettünk, akár beszélgetésben, akár fejlesztési foglalkozásokban. Hogyan fogadták egyébként ezt az egész helyzetet a kliensek? Mennyire volt nehéz talán velük megértetni, hogy most miért nem jöhetnek be, és miért kell otthon maradniuk? Tehát hogyan ment ez az átállás? Gördülékenyen? Változó. Tehát volt, aki nagyon-nagyon jól fogadta. Az volt a tapasztalatunk, hogy általában ez az idősebb korosztályt kevésbé viselte meg. Ugyanakkor mondjuk ugye nekünk a fogyatékkal élő klienseink, ők családban élnek, ahol a szülők többsége dolgozik, tehát ez számukra egy komoly nehézséget okozott nagyon sok esetben. Illetve a pszichiátriai betegeknél láttuk még azt, hogy nagyobb krízis helyzetek jelentek meg, és ott nagyobb szükség volt ránk, akár a telefonos, akár az online segítségnyújtásban, de volt, ahol személyesen tudtunk segíteni. Nyáron ugye enyhítés volt, akkor talán minden visszatért a normál kerékvágásba? Igen, tehát alapból igen, hiszen kinyitottuk újra a klubokat. Ugye az, amit a tavaszi időben még plusz az alapszolgáltatásokon túl nyújtottunk, hogy a kerületi lakosoknak a gyógyszerkiváltásban, a bevásárlásban segítettünk, ugye ez plusz 150 főt jelentett, tehát 500 megkeresésünk volt az alapszolgáltatásokon túl még a tavaszi időszakban, és azzal, hogy megnyitottunk, azzal gyakorlatilag visszaálltunk a megszokott rendbe, de mégsem. Mert hogy egyrészt a házi segítségnyújtásban, a szociális étkeztetésben körülbelül 20%-kal megmaradt az ellátotti létszám növekedés, és a nappali ellátásainknál is csak egy része jött vissza a klienseknek. Voltak és vannak, akik továbbra is azt mondják, hogy ők még nem szeretnének közösségbe járni, úgyhogy most megosztva biztosítjuk ezeket a szolgáltatásokat, tehát akik bejárnak hozzánk, azoknak tartjuk a fejlesztéseket és a foglalkozásokat, és akik pedig nem, ővelük ugyanúgy telefonon is online, vagy messenger csoportok alakultak például az idősek között, velük pedig így tartjuk a kapcsolatot. Ha valaki személyesen bemegy a központba, akkor hogyan zajlanak ezek a foglalkozások, mennyiben módosultak, hogyan lehet látogatni egyáltalán az intézményt? Ugye minden egyes intézményünk, minden egyes telephelyünkön a védekezésnek megfelelően a fertőtlenítőszerek kint vannak. Az összes telephelyünkön mind a munkatársak, mind pedig a kliensek közül azok, akik kívülről érkeznek, ők maszkban vannak. Azonban a nappali ellátásban a kliensek számára jelen pillanatban nem kötelező a maszkviselés. Azt tapasztaljuk, hogy egy-egy csoportnál viszont ugyanúgy felveszik a maszkot, és külsős vendégeket nem nagyon fogadunk. Tehát a klubtagok azok jöhetnek, illetve természetesen, hogyha valamilyen hozzátartozók érdeklődnek, akkor ők is. A második hullám alkalmával már jobban, gördülékenyebben ment talán a munka. Tehát gondolok itt arra, hogy ugye megnövekedett az online kapcsolattartás, tehát ugye gondolom azért ez ősszel is nagyobb terhet rótt a kollégáira, tehát hogyan látják, hogy most már megtanultak ebben az új rendszerben együtt dolgozni? Igen, tehát ugye tavasszal egyik napról a másikra kellett átállnunk egy teljesen más rendszerre, és azzal, hogy az elviteles étkezést máig nem biztosíthatjuk elvitellel, hanem mindenkinek házhoz szállítjuk, ugye ez egy megnövekedett forgalmat jelent, és teljes átszervezést igényelt, de én azt kell mondanom, hogy az összes munkatársam tényleg beleállt a helyzetbe, és éppen ahol amilyen feladat volt, ott szó nélkül mindenki segített, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mert gyakorlatilag március óta mi nem enyhítettünk
a terheinken, és mi ugyanúgy végezzük a feladatunkat azóta is, és lényegesen több feladatot látunk el, de mindenki maximálisan teljesíti ezeket. Igyekeztünk azért a 2020-as évben is a fejlesztéseket a tárgyi eszközök között elvégezni, tehát például a nappali ellátásokban ott újabb fejlesztő eszközöket vásároltunk, és kialakult a fogyatékos nappali ellátásunkban egy kültéri sporteszközpark, amit már régóta szerettünk volna. Annak nagy sikere van, és nagyon-nagyon hasznosnak tartjuk, úgyhogy 2021-ben szeretnénk ezt az eszközparkot úgy bővíteni, hogy a többi telephelyen is létesítsünk ilyen kültéri mozgásfejlesztő vagy javító eszközöket, és 21-et sem szeretnénk úgy végig vinni, hogy abban ne legyen esetleg valami fejlesztés vagy újítás. Ezért 2021-ben az a célunk, hogy az időseknél a szenior örömtánc foglalkozást bevezessük, és a pszichiátriai beteg meg fogyatékos ellátásban pedig a gyógylovaglást indítsuk el. Jelenlegi terveink szerint ősztől indul majd mind a két program. Hogyha valaki érdeklődik akár a programok iránt, meg egyáltalán itt a változó időkben, hogy mikor, mi van nyitva, akkor hol tud tájékozódni mindezekről? Van nekünk ugye egy honlapunk, a szocsol22.hu, de igazából a Facebookon a Budafok Tétényi Szociális Szolgálat oldal az, ahol minden egyes eseményről mi beszámolunk, vagy fotókkal, vagy a különféle tájékoztatókkal, úgyhogy mi örülünk, hogyha azt folyamatosan nyomon követik. Köszönjük szépen, és eredményes munkát kívánunk! Köszönjük szépen!